Sziasztok, Mihály Gábor vagyok. Ma a Szlovákia után Ausztriába utaztunk el, méghozzá Ausztria harmadik legnagyobb városában, Linzben. Linz, Bécs és Grác után a harmadik, itt fekszik a Duna partján, lakossággal körülbelül 200 ezer fő. Korábban acélvárosnak is hívták. Na de nézzük, mit érdemes megnézni, ha a Linzbe utaztok, de előtte jöjjön egy kis történelem. A kő és bronzkorban már voltak itt kisebb telepek, a kelták Lentia néven nevezték el, ami csónakot jelentett. Valószínű a Duna miatt. A Római Birodalom idejében polgárváros állt itt, a várost a 6. században a bajorok erősítették meg, ezután Hunyadi Mátyás, az osztrák császár harmadik Frigyes egész idáig üzte el Bécsből. Linz 1490-ben Felső Ausztria fővárosa lett, az ipara később folyamatosan fejlődött, és 1830-ban itt építették meg Európa legelső lovasútját. Most itt vagyunk Linz főterén, az egyik oldalt a Duna található, míg a másik oldalt pedig Linz bevásárló utcája, a Lánstrasse. Még mindig itt vagyunk a főtéren, és itt mögöttem található a régi városháza, míg az új városházat pedig a Duna másik oldalán találhatjuk ott, ahová később át is fogunk menni. A régi dómot 1670 és 1678 között építették a jezsuiták, és akkor ez lenne a régi dom. Ez pedig itt az új dom, ez Linz legnagyobb temploma, neogótikus stílusban épült. 1862-ben kezdték el építeni, de végül csak 1924-ben fejezték be. Na, bejöttünk a templomba, tényleg hatalmas ez a templom. A méreteiről, amit tudni kell, hogy 130 méter hosszú, 60 méter a szélessége, a magassága pedig 44 méter. A bécsi székesegyháznál a tornya mindössze csak 2 méterrel alacsonyabb, azaz 135 méter magas. És most feljöttünk ide a Schloss Múzeumhoz, itt nagyon szép, gyönyörű kilátás nyílik a Dunára. Még itt vagyunk a Dunának az innenső felén, ahol a főtér van, meg az eddigi, amit eddig megnéztünk. És most át fogunk menni oda a túlsó felére, ahol megnézzük az Elszelektronik Múzeumot, valamint fel fogunk menni annak a domnak oda a tetejére.
Szemben pedig ott a Kunstmuseum található, ami Linz második nagy múzeuma, éjszaka ki is világítják, és kortárs gyűjtemény látható ott, a belépő pedig 8 euró. Zárásképpen felmegyünk a Pösslingbergre, ami 539 méteren fekszik, és csodálatos látvány nyílik onnétől Linzre, úgyhogy ezt fogjuk megnézni. És útközben itt található Linz állatkertje is, ami mondjuk nem hasonlítható például a Nyíregyházi állatparkhoz, amit az előző évadban már bemutattam nektek a Nyíregyházi videóban, úgyhogy ha esetleg valaki nem látta, akkor a Nyíregyháza videót keressétek a csatornámon, ide amúgy pedig a belépő 7 euróba kerül. Zárásképpen pedig ezzel a képpel búcsúzok tőletek, köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, jövő héten pénteken ismét találkozunk egy új városban. Addig is, ha bármiféle kérdésetek lenne, akkor lent a videó alatt megtaláljátok az e-mail címemet, valamint Facebookon és Instagramon is egyaránt megtaláltok, minden link lent van a videó alatt, úgyhogy jövő héten találkozunk ismét, addig is, sziasztok! És még egy valami, az fontos, ezt elfelejtettem mondani, ha tetszett a videóm, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Sziasztok!